volt, hogy arra könnyű volt énekelni, és jó volt. Hát ezek után nem nehéz nekem sem egy néhány gondolatot elmondanom, hiszen az imádságok, azok az Istennel való kapcsolatra annyira fölhangolnak, hogy igazából véve, amit én mondok, az már nem is olyan érdekes, mert ugye Szent Ágoston azt mondta, hogy aki szépen énekel, tehát nem csak énekel, hanem szépen énekel, az kétszeresen imádkozik. Hát én most nem fogok énekelni, ezt ne várják el tőlem a testvérek, úgyhogy inkább csak az adventtel kapcsolatosan szeretném megosztani azokat a gondolatokat, amelyek segíthetnek abban, hogy még inkább készüljünk. Az advent, az eljövetel, a felkészülés ideje, és talán az egyik legfontosabb dolog és ajándék, amit adhatunk, az az időnk. Sok mindent vásárolhatunk, és vagy örülnek annak, vagy nem. A szeretteink általában örülnek, és általában sikerül eltalálni, hogy ők mit kívánnak, vagy mit szeretnének. De a karácsony azért is szép, és a karácsonyig terjedő időszak, mert több időt tölthetünk egymással, és több időt tölthetünk az Istennel. Én nagyon örülök a mai napnak, minden koncerten, meg Seffer Erzsébet beszélgetésén is itt lehettem, és annyi lélekemelő gondolatot hallottam, meg annyi szép éneket hallottam, hogy azt mondtam, hogy érdemes volt eljönni, és ezt az időt ide szánni. Még adventből van elég sok idő. Gondolkozunk el azon, hogy tudnánk úgy átrendezni egy kicsit az életünket, a mindennapjainkat, hogy kicsit több idő jusson Istenre, kicsit több idő jusson a családra, kicsit több idő jusson a gyülekezetre, a templomba járásra, egy kicsit több idő jusson azokra a dolgokra, amelyek a legfontosabb, amit nem tudnak tőlünk elvenni, és az idő az elmegy. Ahogy hallhattuk is, hogy készülünk nagyon a karácsonyra, egyszer meg azt veszük észre, hogy már vége is van, el is szaladt. És a másik fontos dolog, amit adhatunk egymásnak, ez pedig a figyelem. Készülünk karácsonyra, figyeljünk egymásra jobban. Évközben sokszor nem tudunk odafigyelni egymásra, de az advent legyen egy ilyen időszak. Aztán ajándékba adhatjuk egymásnak a törődést is, hogy törődjünk a másikkal. Az advent, ha szabad így mondanom, a karácsonyban csúcsosodik ki, amikor leül a család, együtt eszik, együtt iszik, együtt beszélget. És ez egy lehetőség, hogy egymásra még jobban odafigyeljünk, hogy egymáshoz még közelebb kerüljünk. Sorolhatnám azokat a dolgokat, amelyeket adhatunk, mint nagy ajándékot egymásnak. A Szentírás ezt úgy mondja, hogy ez a szeretet. Minden olyan fajta megnyilvánulás, amivel a másikat építhetem, amivel a másikkal jót teszek, az a szeretet. Hát adja meg a jó Isten, hogy ebben a szeretetben gazdagodjunk, hogy az adventünk így lehessen még értékesebb, még szebb. És kívánom mindenkinek azt, hogy érezze itt jól magát, nem csak ezen a koncerten, hanem a köztelevő időben is, meg az utána levő koncerten is, hogy közelebb kerüljük Istenhez, és így egymáson is ezt kívánom.